Az ukrajnai oktatási reform keretében változásokat eszközölnek a felsőoktatásban is. Így például a hallgatók csak az első vagy a második évfolyam után választhatnak majd szakot, olvasható az Oszvita portál egyik cikkében. Az erre vonatkozó, a miniszteri kabinet által jóváhagyott törvénytervezet az egyéni oktatási pályák kialakításáról és a felsőoktatási képzési folyamat javításáról szóló változásokat határozza meg. A dokumentum széles körű lehetőségeket kínál az intézmények számára interdisziplináris programok alapképzési szintű bevezetésére. Ennek megfelelően a hallgatók először kiválasztanak egy ágazatot, azaz egy szakcsoportot magában foglaló szakot, majd az egyetemi tanulmányok során 60 és 120 közötti kreditet teljesítve szakterületet választhatnak. A választás minden esetben a felsőoktatási intézmények által kínált programtól függ majd.